Szerbia szerte jelenleg is zavartalan ezekkel a járművekkel az utasszállítás. A közlekedési rendőrök nem igazoltatják a fuvarozókat, állítják a sofőrök az Egyesület zárt közösségi oldalán, ahol az is olvasható, hogy a horvát és a bosnyák határon is sokan átkeltek mikrobusszal vasárnap, sőt az autópályákon sem állították meg őket. Vasárnap egyébként is nagy a jövésmenés, a kombis utasszállítók ilyenkor viszik vissza a Nyugat-Európában dolgozó szerbiai vendégmunkásokat. Szerbiában éjfél óta tilos kombival az utasszállítás. Ennek ellenére a kelebiai határon meggyőződhetünk arról, mint ahogyan az most épp mögöttem is látható, hogy folyamatosan jönnek és mennek az utasokkal teli mikrobuszok, tehát egyelőre folyamatos a kombis utasszállítás a tiltás ellenére is, legalábbis itt Szabadkán és környékén. Bognár Tibor horvátországi útról tért haza ma reggel kombiával. Vukovárról jövet a gombosi határon jöttek át. A félelem az megvan, ugye, mert hát azt ígérték, hogy tábla leszedés, meg autó elkopozás, meg ilyesmi. De hát egyedül a szerb vámos kérdezte meg tőlünk, hogy hol voltunk, mivel hogy a zenészeket vittem, tehát ott egy ilyen magyar közösségnek muzsikáltak. Tehát végül is semmi probléma nélkül hazajutottam, tehát nem bántott senki, nem migránsért sem láttam útközben, tehát simán átjöttem a határon, ami azt illeti. Bognár Tibor miután betartja a kötelező pihenőidőt, újabb útra készül, és közben azon gondolkodik, hogyan tovább. Szerinte a legjobb megoldás az Európa szerte elterjedt kombis taxivállalkozás engedélyezése lenne. A most hatályba lépett közúti személyszállításról szóló törvény eléggé homályos, mindenki másként értelmezi. Egy biztos, a magánszemélyekre bejegyzett kombiban a sofőrrel együtt legfeljebb 5, kizárólag rokoni kapcsolatban élő családtag utazhat. A helyzetet most tovább bonyolítja, hogy szombaton a fővárosi taxisok is felemelték hangjukat a kombis fuvarozók ellen.